Sziasztok! December 21-e van, és ma Pannival egy vlog videóval készültünk nektek, ugyanúgy, mint tavaly karácsonykor. Épp az utcán vagyok, és várom Pannit, meg a szüleit, ugyanis busszal jöttem Pannihoz, nagyjából 20 percnyire rakunk egymástól, viszont véletlenül később szálltam le, úgyhogy most egy számomra tök ismeretlen helyen vagyok, úgyhogy éppen várom őket. Viszont az idei vlog abban lesz más, hogy most nem a bécsi vásárt fogjuk levideózni, hanem Budapesten a Vörösmarty téren leszünk. És most nem egyedül leszek, vagy hát nem a családommal, hanem Pannival. Panni nem tudja, hogy ezt a vlogot már elkezdtem, szóval szerintem ennyi volt a fontos tudnivaló, és majd folytatjuk a vlogot, amikor Panni nem számít rá. Ezen kívül viszont nézzétek végig a videót, ugyanis először a csatorna életében egy nyereményjáték várható, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy mit nyerhettek és hogy hogyan, akkor nézzétek végig. Szóval itt vagyok Panni szobájában, de halkan beszélek, mert éppen most a fürdőben van és készülődik a videóhoz. Ugyanis először ugye átjöttem hozzá, és videózunk egyet. Ez a videó, amit most készítünk, az később fog felkerülni, mint a vlog. Ó, leszakad a kezem, mert tartom a kamerát, szóval elrakom valahol ezt a kamerát, és most felveszik, amikor majd Panni bejön, és nem fog sejteni semmit. Ez az volt, hogy tényleg megmostam, őket derítettem, de nem akart úgy maradni, hogy felrakunkon. Na, te milyen hajat akarsz, hogy így előre megy egy fonát, így? Aha, tupfos? Szerintem tudok jár. De közben van nagyon kinyitva, mert engem idegesítik, ja, és kinyitva. Oké. Okay. És akkor hogy lesz maglabat csinálunk a izéről? Vörös Martyról? Hogy érted? Hát igen. Szóval olyasmit, mint amit tavaly csináltam Bécsről. Ja, de arra már nem nagyon emlékszem, hogy milyen volt, csak ilyen iszi. Abban beszéltél is? Csak az elején azt hiszem, vagy nem tudom, de nem sokat, de szerintem most az anyagy megyünk és beszélünk. Ja, persze, én sem arra gondoltam. Amúgy nézd. Már elkezdtem a vlogot. Amit csinált? Ilyen csodás, hogy így tudom. Mutatom, hogy látod a házban. Sajnálom, hogy semmi gázat nem mondtál benne. Nem válogatjuk a kérdéseket? Köszönjük! Hisztek a Mikulásban, hogy a Jézuskán van? Mi? Hát hiszünk. Persze. Ez miért kérdés? Később a tejfogamba raktam a párnám alá, és másnap egy 500 forintos volt a párnám alá. Ez most ki más lett volna, ha nem a fogtündér. És csak azt sajnálom, hogy az volt az utolsó tejfogam, mert hogyha most mondjuk hetente es neki egy tejfogam, akkor legalább mindig kap még egy kis zsebpénzt, így hetente egy 500-as, de hát ez azóta nincs így. De azóta én hiszek mindenben. Nem, tehát arra sem nekem nagyon köcsög volt, mert én írtam neki egy levelet a fogam mellé, hogy szeretnék kapni egy varázspálcát. És másnap reggel a párnám alatt volt egy rágó, egy levél, hogy nem tud hozni nekem varázspálcát. Pár dolog a kívánság listáról, szerintem az jó. Ha? Szilveszterben milyen sminket viseltek majd? Hát... szivárványos függős smink lesz nekem. Most fejeztük be a videózást, a... melyiket is? Igen, ami majd egy hét múlva jön ki videó, ugye? Igen, egy hét. Igen. És most fogunk majd mindjárt kajálni, aztán indulunk a vásárba. Megmutatom a room tour-t Panni helyett. Room tour? Aha. Már nem, el se kell már készítened. El se kell már készítened a room tour-t, mert... Ebben, minden az ikrából van. Igen. Mindjárt lemerül a kamera, úgyhogy most ezt felrakjuk töltőre, aztán megyünk, és megismerhetitek Panni nagyon-nagyon jó barátját, Kolost. Ugye? Meg fogják ismerni. Meg fogják ismerni. Csináljuk azt, hogy Kolost úgy fogjuk videózni, hogy ne vegye észre. És nagyon örülni fog neki, hogy benne lesz a videóban, már ha megnézi. Nem biztos. Jól van. Nézd, nincs nektek. Bocsi, bocsi, ilyenkor mit érzel, amikor előveszel csak úgy egy laptopot a Vörös Márti közepén? Én hagyd abba. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue.
Viszont most meg akkor térjünk át a nyereményjátékra, ugyanis az online papírírószer áruház jó voltából füzeteket nyerhettek tőlünk, összesen 2 nyertes lesz, és mind a 2 nyertes 7 füzetet fog megnyerni. Nyeremények azok általunk lettek kiválasztva, tehát Panni is választott 7 füzetet, meg én is, és ezeket fogjuk most nektek bemutatni, illetve majd Panni elmondja, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy megnyerhessétek. A papírírószernek amúgy a linkje lent van a leírásban, és szerintem érdemes végignézni, hogy miket lehet onnan vásárolni, ugyanis nagyon sokféle füzet kapható, ami az üzletekben sem található meg, legalábbis én láttam egy csomó olyat, amit azelőtt az üzletekben még nem, illetve tollakat, meg egyéb ilyen sulis dolgokat lehet találni. Az én csomagomban úgymond, először is van egy ilyen kis zöld füzetke, ez kockás, és ez egyébként a kettőben benne van. Van egy kék, ami szintén kockás, és szintén mind a kettőben benne van. Van egy ilyen rózsaszín, kemény fedelő, és ez is kockás. Aztán egy ilyen virágmintás spirálfüzet, ez állítősnek számít, azt hiszem, és vonalas. Van még egy ilyen tulipánok zacskóban témakörű állítős füzet, ez is vonalas. Aztán van egy ilyen pigra, igen, szóval gyümölcsös, de nem, de ilyen speckó gyümölcsös, szóval ki van narancs, belül kiwi. Nekem ez a kedvenkes. Vonalasat is szintén. És a személyis kedvencem, ami a legjobb, szerintem ilyet tényleg nem lett a boltokban sem, egy ilyen A4-es, szintén vonalas füzet, ami ilyen rezes színű. Szép szerintem, még a tükörképünket is látjuk benne. Szóval az én csomagomban a következő 7 füzet van benne, ugyanaz a zöld és kék füzetek, amit Panni is mutatott, mind a 2 négyzetrácsos, nem kockás, hanem négyzetrácsosnak mondja. Aztán egy kis alakú csupa-csupszos füzet, amin ebrek vannak, és ez vonalas. Aztán egy ilyen kávéfűzőben található egy kis virág, ez olyasmi, mint Panninál a tulipános füzet, és ez vonalas belül. Aztán van egy ilyen Holly Hobby, úgy mondják. Uh-huh. Ez is egy pigna füzet. Hoi. És... Hoi. Nagyon sokféle ilyen füzet volt benne, de én ezt olaszatom, gondoltam, hogyha úgyis egy lány nyeri meg, akkor örülni fog a rózsaszínnak. Ez szerintem nagyon szuper, egy ilyen oxigénes füzet, és egy téli fa van rajta. Szerintem ez így pont tényleg nagyon ideális. Nekem a személyes kedvencem ez a virágos, spirálos füzet, ami belül négyzetrácsos, és én a spirálos füzeteket mondjuk alapból odáig vagyok, mert könnyen ki lehet tépni, hogyha valamit elrontasz meg alapból, valahogy sokkal, nem tudom, közelebb állnak a szívemhez, mint a normális füzetek, szóval tőlem ezeket a füzeteket kaphatjátok. A nyereményjátékban csak az vehet részt, aki fel van ránk iratkozva, és követ minket Instagramon is, ezt olyan őrizünk. De csak akkor, hogyha van Instagram fiókja, tehát hogyha nincsen, akkor emiatt külön nem kell csinálnia.
és hogy kommentben leírja, hogy ebben az évben melyik volt tőlünk a kedvenc videója. Valamint, hogyha speciálisan valamelyik csomagfüzet tetszett meg neki, akkor leírja hozzá, hogy Linái vagy az enyémet szeretné. Tehát Linái vagy Panni szeretné. Hogyha mindegy, akkor nem tudjuk. Igen, hogyha mindegy, akkor tök mindegy. A sorsolás az majd január 1-én lesz, azt hiszem, szóval ilyen pont ilyen újévi, és a nyertesnek külön fogunk írni, és Instagramra is kirakjuk a nevüket, hogy ki az a két ember, aki mennyire. Szóval mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk, és kíváncsian várjuk, hogy melyik volt idén tőlünk a kedvenc videótok. És kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Sziasztok!